Most még a csillagösvényről szeretnék nektek beszélni. A csillagösvény egy gyűjtőfogalom, tehát a csillagösvénybe beletartozik 7 darab szobor, Nimród, Attila, Árpád, Szent István, Szent László, Boldog Özséb és Hunyadi Mátyás. Ezután jön egy nagy harang, egy két már majdnem 3 mázsás harang, benne a lakásába, tehát egy haranglábra. Aztán jön egy kápolna, a Boldogasszony kápolna, fölötte a Pilis keresztje, és a legvégén az áldásosztó Jézus szobor, a himnusz szobor. Tehát ez a csillagösvény. Na de miért született? Mi volt az oka? És ez egyébként itt van. Most már elemet kell cserélni. Eltettem a part is. Igen. Más oldalon. Ez a csillagösvény erre a területre szorítkozik. Ez volt a mészkő bánya, ebből szedtük ki a követ, ezt égettük ki. Ebből láthatjátok, hogy mennyi meszet kellett kiégetni, mire ez elfogyott. Tehát kemény munka volt az. De annak idején nyertem pályázaton pénzt, bánya rekultiváció. Ami annyit jelent, hogy a bánya elhagyatott bányát, ahol szana szétszórt livlomok, meg kövek szana szétszórva, hogy azt helyrehozzuk. Hát rendben van, meg is csináltuk, de az elpályázott kiíró kiírta, hogy újrahasznosítási célt jelöljen meg. Hát mondom, én nem akarok újra, hát épp azt akarom, hogy a tájsebet eltüntessük, és hogy visszaadjuk a természetnek. Mert itt mondom, gördülnek a kövek, igaz, hogy én Rolling Stones rajongó vagyok, gördülő kövek, tehát mégsem hozhatom. Csak hogy ez a kis hülye ötlet, ami csak így indult, az kezdett hízni, és végül is sziklaszínházat csináltunk ott, amiben minden nyáron volt Pilist, tisztelni jöjjetek címmel, minden nyáron volt ilyen műsor, program, ahol csupa nemzeti és keresztény. Tehát ide Padödő, meg Győzike, meg ilyen a környékre nem jöhetett. Tehát itt csak ilyenek, mint Vasalbert darabokat mutattunk be például. Kormorán, az jó haverok. A ismerős arcot, tehát csupa ilyen nemzeti lelkületű produkciók voltak. És miközben ugye érezted, hogy ide nem, valahogy még védeni kell. Ez a sziklaszínházi program is jó volt, mert az a hír ment el, hogy Piliszántón nemzeti és keresztény szellemiség uralkodik. És én ezt akartam elérni. De azt is el akartam érni, hogy sok kiránduló jön a Pilisbe, és ő más nem lát, csak az, hogy itt követ, meg szép, meg panoráma, meg minden, de a tartalmát, a történelmét nem tudja. Ezért rá akartam vezetni az odélővő turistákat, hogy te, ez csak nem csak egy északi középhegység, nem csak egy mészkőhegység, hanem a magyar történelemnek egy kiváltságos helye. Ez a királyi központ volt, tehát az a magyar történelemnek legősibb, legtartalmasabb hegye. A másik a Hargita. Tehát ez a két hegy, Kárpát-medence szent hegye, Pilis is szent, tehát Prohászka püspök úr nevezte el szent hegynek, Sík Sándor. Na, tehát ez benned volt, de hogyan őrizzem meg? Aztán egyszer elmentünk Medjugorjéba, Zarándok útra, egy busszal. Medjugorje jó messze van, és busszal mentünk, és marha hosszú az út, és Vörösvár, Szántó és Szentkeresztő lakóiból jött össze egy busznyi, és leértünk, tudod, a Medjugorjéba, ott a Krizsovác, ott van a Krizsovác hegy, leszáll egy sváb asszony, emlékszem rá, most is itt van a szemem előtt. Te Polgi, hát ez olyan, mint a Pilis, csak a Pilisen nincs kereszt. Na most csaptál a homlokodra, hogy hanyatestél, én hülye, hogy ez miért nem jutott az eszembe. Kereszt, ezt kell oda. Na ezen dolgoztam, hogy ne tudjon a liberális belekarmolni, egyszer csak jön egy telefon,
Jó napot, polgármester úr, tessék, mert hova rakhatom a keresztet? Maga kicsoda? Hon? Ki kérte, vagy ki fizette? Itt kiderült, hogy Nagy András, aki Csíksomlyon megtudta, hogy mi mit akarunk, és a Nagy András kiment a Hargitára, 2 hétig bolyongott, mire megtalálta a megfelelő fát, kivágta, lehámozta, lepucolta, kigonszolta, fölhozta ide a Pilisszentóra. Ez Hargita ajándéka a Pilisnek. Így került hozzánk Pilis keresztje, 6 méter széles, 12 méter magas. Már messziről. Vörösváról, ha jött az ember, ki nem hagyhatta a szeme, mert ott volt szembe, beleütközött a szeme a keresztbe. Ez két dolgot csinálhatod. Kereszt, akkor elhúzok. Vagy oda kell mennem, mert a lelkem ott nyugszik meg. Tehát a kereszt már onnan azt mondta, te gyere, te ne gyere, már megválogatta. Aztán ott van a kereszt, és véletlenül ugyanebben az évben van egy olyan hölgy, hogy Hummer Rosália, nem tudom, hogy ismerőse. Hummer Rosália többnyire Indiában élt, csak akkor otthon volt, és a Pilisben tartózkodott, és festő. Tehát olyan festményeket, mint az az ajtó, olyan festményeket csinált, és én csináltam neki egy festménykiállítást nálunk a tanácsteremben, és 2-3 évig ott lakott a plébánián, és lefestette a Pilisszentói boldogasszonyt. De... Ez nem így. Na most tudjátok. Ezt festette le. És hát a Grassalkovics kastélyban, Gödöllőn ott lett bemutatva. Tehát külön ünnepséget kapott. Aztán a Rozika eltűnt, nincs meg, eltűnt a festmény is. Aztán egyszer bejön hozzá, ja, és mi kápolnát akarunk építeni, boldogasszony kápolnát. És nekem eszembe jutott, nekünk van egy boldogasszony képünk. Talán jó lenne ott. És keresem, telefon nincs, Rozika nincs. Egyszer bejön hozzám egy lány, azt mondja, hogy polgármester úr, Csíksomlyóról jöttem, és ott az asztalon, a kegytemplomban vannak mindenféle izsék, onnan kivettem, és mutatja nekem ezt a képet. Hát mondom, angyalom, hát ezt keresem, hol van? Ja, hát én nem tudom, én csak a képes lapot hoztam. És ugyanis azt kérdezte meg, hogy hogy kerül ide a szántói keresztes kő. Ez volt, fogta meg a gyanúját, és ezért jött hozzám. És én rögtön föl is hívtam a tisztit, hogy akkori plébános, és kiderül, hogy ott van a mi boldogasszony festménynek. Tehát Csíksomlyóról jön ide a Pilis keresztje, és ugyanakkor megy a Pilisszentói boldogasszony oda. Készfogás. Ez a gondolat adta végül azt az ötletet, hogy most már évek óta a pünkösdi misét, ami ott lent Csíksomlyon 00:30 van, június 4-én most, mi ugyanabban a percben mi is itt Szántón a kápolnál, mi is ugyanúgy kezdjük, és eddig ott mindig bejelentették, hogy üdvözöljük kedves Pilisszentói boldogasszony kápolna híveit, akik most együtt imádkoznak velünk a nemzetegységéért. Azt én 8 hangszóron kihang, mert ugyanúgy ülünk ott a fűbe, mint Csíksomlyon, és kihangosítjuk, és amikor ez elhallatszik, akkor kikapcs, és akkor egy ének, mindjárt azzal kezdődik, Pitti Kati, meg Szvorák Kati, meg ilyen kaliberű. Ó, én édes, ez a válasz. Én Istenem. Na és látod, már elérzékenyek a francba, itt áll egy medve is. És tehát akkor vagyunk egységben, magyarok. És most minden évben ezt megcsináljuk az idén is, ráadásul az idén június 4-e az Trianon napja is. Tehát dupla ünnep, és volt egy papom, akit kiszemeltem, mert én mindig olyan papot hívok, aki nem Mózessel kezdi a mondókáját. Az emberek, akik ödejönnek, azok tudják, hogy nem zsinagógába jöttek, hanem egy magyar keresztény templomba. Erre adok, és bosszant.
és nem engedte ide a pap a milyenké, mert nehogy bepolitizálja a június 4-i Trianont is. Akkor majd én fogom. Délután 16 óra 30-kor írták alá a szerződést Trianonba, és mi most azóta minden 16 óra 30-kor meghúzom a harangot, összejövünk, imádkozunk, elénekeljük a boldogasszonyanyák, a himnuszt, székely himnuszt, és ezzel tisztelünk. Tehát ez a harang, amelyik ott áll, ja, azt még nem is mondtam. Tehát ez a nemzeti összetartozás harangja, és a trianoni harang. Tehát a kereszt ott áll, most akkor a harangról. A harang meg úgy született, hogy telefon. De így, ahogy mondom. Szia, Polgi! Szevasz, Zsolt! Polgi, elfogadsz egy harangot? Hát mondom, figyelj, ilyen erőszakos vagy, tehetek más. Úgyhogy így jött ide a harang. Mi csak a haranglábot csináltak meg. Csak, az is szép. És van egy haverom, aki ilyen sistergő agyú, mindenféle ilyen műtyülkéket kitalál, hegeszt, forraszt, és kitalálta, hogy napelemmel a meghajtó a harangot délben mindig megkondítja magától. A napelem adja az energiát. És ő Pesten lakik, és elhozta a műtyülkét, teszi, bim, és nincsen bam. A francba megint hegeszt, haza megint visszajön, bam, és nincs bim. Tehát, és én meg ott fölötte nem mertem hangosan röhögni, mert orrba gyűlt volna, hogy kiröhögöm a munkáját. De, és egyszer megcsinálta, bim, bam, úgy, ahogy kell. Június 4-e volt véletlenül, Trianon napja. Uram, köszönöm. Tavaly előtt, mindegy. Fönt a harangon van egy kampó, ahova, mert a kötelet nem hagyom ott, mert akkor éjjel-nappal zúgna a falu, nem, hanem beleakasztom egy fával, egy ilyen hosszú rúddal. Na, mentem tavaly előtt, hogy beakasztom, de bent van a kápolnának a rúdja, van egy rúd, a toronyban a rúd, és arra beakasztom, és úgy beakasztom, jó. Bemegyek a kápolnába, és látom, ott imádkoznak. Négyen. De olyan látszott, hogy olyan komolyan, mondom most, jó, csak mindjárt félő. Ne haragudjanak, de nekem kell mennem. Jó van, jó, mi is megyünk. Na, megcsináltam, fél öt, meghúztuk a harangot. Ezek ott hátul egymásra borulva zokogtak hangosan. Csíksomjóról jöttek imádkozni. Vártam én is, és már öten bőgtök. Na, tehát ilyen kis harang, tehát harang így született. Aztán ugye ott van a kereszt, és az egy ösvény, amelyiken, igen, itt van mi. Tehát ez egy ösvény, amin a bányászok régen fölmentek, és ott van a kereszt a tetején, és az emberek a faluban mondják, hogy hú, Polgi, milyen jó lenne ott az ösvényen a 14 stáció, hát ez pont jó. Csak hogy bennem nem a szomorúság, nem a gyász, hanem a nemzeti dicsőség, az öntudat volt az, amit akartam példázni. És én nekem a 7 szobor kellett. Valamiért a 7-est szereti a falu. Össze is számoltam véletlenül. Amikor már rájöttem, hogy ez is 7, meg az is 7. Mert 7 számtó nevű település van az országban, mert annak idején polgármesterként összeszerveztem, hogy a szántó nevű települések, gyertek össze, haverkodjunk egy kicsit. 7 szántó nevű település van az országban. Akkor nekünk 7 zarándok keresztünk van a faluban. 7 zarándok, tehát ugye az erdő széleken 7 zarándok kereszt. 7 funkciós kereszt van véletlenül a Kálvárián meg a 3 temetőben. A templomban 7 szűzanya ábrázolás van, a 700-át. Tehát a 7-es kellett nekem. De ki legyen ez a 7? Szörényivel ugye ott vagyunk, együtt spekuláltunk, hogy Levi. Hát, mivel ugye Hunor Magor két dali, a két egy testvér, Nimrod fia,
nyilvánvaló, hogy Nimroddal kezdünk. Azzal kezdődik a csillagösvény, Nimrod szoborral. Jó, de most akkor szobrászt kell keresni. Kerestem szobrászt, megint bajba voltam, Tatán voltam, Szentendrén, meg Pomán, meg Táton, és nem. Voltak szobrászok, mit tudom, hogy gömbölyű volt minden, de alá kellett volna írni, hogy ez mi. Hát nekem nem avantgard kell, nekem olyan, hogyha ránézek, akkor rögtön tudjam. Hát nem és nem. Szerveztünk ugye lent a Szikla Színházban egy kormorán koncertet. Az apropója az volt, hogy a csángoknál árvíz volt. És bennem megindult az ösztön, mert így kerültem egyébként is Erdélybe, hogy annak idején a forradalomkor számtalan mi is összegyűjtöttem rengeteg anyagot, és én vittem be. És mit is akartam mondani? Ja, csángoknál árvíz. És fölhívom a Gergőt, Gergő, látod, bajban vannak a... Nem segítünk nekik valahogy. Hát, gondoltam rá én is. Nem tudnánk csinálni egy jótékonysági kormorán koncertet, de akkor ingyen kéne jönnötök. Jó, mikor? És akkor hallottad, hogy nyál az a naptár, szeptember 9, jó? Jó, akkor Gergő, szeptember 9, jótékonysági kormorán koncert a csángok javára. Rendben van így? Rendben, szevasz. Ezt most azért mondtam, mert ez volt a szerződés. Nálunk a csillagösvény sor építése során soha egy papír. Egymás szemébe néztünk, készfogás is az attól szentírás lesz. És soha senki nem csapott be, vagy nem, mindenki betartotta. Tehát ott pénzért tilos a mai napig dolgozni, azért jönnek. Tehát ott a csillagösvényen, ami ott van, a falunak, az önkormányzatnak, az egyháznak egy fillérjébe sem került. Mert ez egy elv. Csak adakozásból voltam hajlandó, ennek az volt az oka, az volt az elve, hogy így mutatkozik meg, vagy így bizonyosodik be a nép akarat. Mert azt nem én akartam, a nép adta össze. És voltak bizony olyanok, és biztos ti is ismeritek ezt az érzést, hogy van valami jó cél, valami jó terv, és én is részese akarok lenni. Én is akarok valamit tenni. A Jézus szobornál is így volt, hogy összegyűjtöttük a pénzt, és van egy néni számtól, ilyen édes kis csibém, milyen kis cingár, nyugdíjas egyedül. És odajött, mindjárt el is bőlem, odajött, Porgi, én is beszállok, adott egy ezrest. De ő adta a legtöbbet. Abból a kevésből adta, ami volt. Abból a kis nyugdíjból. És az első reakcióm az volt, hogy nem fogadhatom el, vissza kell adnom. De aztán rájöttem, hogy ezzel jobban bán, mert őnek okoztam így örömet, hogy ő adhatott. Na, mindegy, bocs, hogy ezt a kitérő. Tehát szobor, nincs szobor, szobrász. Kormorán koncert lezajlott. A koncert után odajött hozzám egy fickó, így. Elkapta a helyszínen. Polgármester úr. Én fafaragó vagyok, de nekem itt valamit faragni kell. Képzeld, így, ahogy mondom. Köszönöm, megint te voltál. Tehát annyiszor csinálj, hogy ott idétlenkedsz, vakarózol, mert ez attól van. Tehát vakarózol. És a Jóisten odara, hogy most mit idétlenkedsz, itt a megoldás. Na, ő ott a Schmidt Robi, aki Szőgyénben lakik Felvidéken. Mondom, kapóra jöttél, aztán persze ellenőriztük a Leventével, hogy milyen munkái vannak, tényleg szívvel farag és nem baltával. Na jó van, Robika, akkor Nimród, jó, jössz, kapora jöttél, Nimród, Attila, Árpád, Szent István, Szent László, jó. De Porgi, ne haragudj, én kell az apró pénz a gyerekeknek, ez meg szerelem. Tehát negyed évente egyet vállalok, jó. Jó van, Robika, akkor minden napfordulókor egyet, tavaszi, nyári, őszi, téli, rendben van. 2007-et írunk. 2007 Árpád éve volt. Csönd volt az országban, senki nem foglalkozott vele. Pedig, mert 907. július 7-én a pozsonyi csata győztes napjától van hazánk.
de ezzel senki nem törődött. No, 2007, Robika, Nimrod. Oké, megbeszéltük, el is mentünk néha a Leventével a Robihoz. Júniusban készen van. Tehát ezt mutatni is tudom. Látjátok, ott vannak az szobrok. Úgy van az ösvény, és itt vannak a szobrok, az ösvény mentén. Szent Árpád, Szent István, Szent László, itt van Boldog Özséb, és itt van Hunyadi Mátyás. Itt van a kápolna, de amikor ez még itt, akkor még a harang nem volt. Innen vissza föntről lehet látni, a Pilistetőről fényképeztem le, ott vannak az ösvény, végig az ösvény minden lentről, így jön körbe, így jön ide, és így jön a kápolnába. Csak hogy képbe legyetek. Itt van a Pilis keresztje, látjátok? Aztán, mert ott létre van, aztán, hát ez volt, már 16 éve meg volt a kereszt, és én mindig leszoktam festeni, amíg a függőlegest festettem, addig még semmi baj nem volt. Aztán az ecsettel följöttem ide, és ezt akartam meg, és így kibillent a kereszt. Fúha! Most azóta újat csináltunk az vasból, úgyhogy most már nem ez a... Így néz ki, kereszt messzire mutatja magát. Ja, itt még semmi nem volt, csak ilyen volt a lánya. Látjátok, itt volt a mészégető kemence egykor, ez a nagyapámé volt, és ott van a kémény, csak most ez nem esedett át csillagösvényé. Még ott focizunk kis haverok, ott lent a fűbe. Ja, itt a mészégetés, igen. Hát most így kicsit talán beviszek benneteket mészégetésbe. Hát talán megismeritek ezt a deli legényt itt. Ennyien dolgoztunk a mészégetéshez, de az egy külön, egy könyvet is írtam róla, csak már elfogyott. De viszont ebben a szórólapban van olyan, hogy mit lehet látni a neten. Ott van, ha valaki akar mészégetést tanulni, ott lehet. Na, itt van a sziklaszínház, az így nézett ki. Csak ezt meg kellett szervezni, mert se ára, semmi nem volt ott. Tehát ezt mind meg kellett szervezni, és egyszer, ja, itt volt lent a abba az aggregátor, mert ott áram sincs. És most, mert most eszekbe jutott. Tehát Vasalbert darab megy, elvásik a veres csillag, világít minden, szépen megy a darab, egyszer csak füst, mint a Omega koncerten, füst és lehiget az aggregátor. Na most gondold be, hogy mi van ilyenkor, ott álltál, borjú az új kapolat, mit csináljak. Erre azért nézők közül lementek a kocsihoz, odaálltak a színpad két oldalára, fényszóró föl, és a vasdarab, a cindarab vastapsal ment el. És egy csíket nem találtam ott. A darab, az megválogatja a közönség. Tehát ennyi néző volt. Volt, hogy 2000 néző volt ott. Ezek a sziklaszínházi képek. Ilyen program volt. Ott van az Iribár hátul. Itt van a ezt a kopjafát is Csíksomjóról kaptuk.
kaptunk egy zászlót, ezt a Vince atya, azt egy ünnepséget rendeztünk, ezt a magyar zászlót fölhoztuk a szikla tetejére, egy alpinista segítségével, és azóta ott lengett a zászló. Akkor jegyelünk tovább. Lent, ahol a kemence volt, valamikor a nagyfater kemencéje, ott van ez a kis nem tó, ez, hanem kis kút. De ez tulajdonképpen nem kút, hanem ott volt a víz. A víz ahhoz kellett, hogy be kellett tapasztani, meg amihez kellett a víz, de messzesebb vizet nem ittak, tehát nem azért volt ott. Ő pedig az unokám, és arra gondoltam, hogy állítunk egy emléket a mélyszigetőknek, ezért csináltunk oda egy mélyszigető kutyát. Így kellett pucolni, ilyen koszos volt, mert ugye nem használták. Itt van a Pisti is, közében a haverok. Tehát mindig pattan, egy szóra pattantak, tehát tényleg olyan rendes emberek vannak, és szívesen jönnek el, ők is részesei. Na, itt van a mélyszigető kútja, ezt a szakember csinálta persze ingyen. Itt van együtt a Csipet csapat, mélyszigető kútja, és itt jönnek össze hát különböző csoportok. Ez is valami Boldog Özsébes csoport volt. ...2006-ban még így nézett ki a terület. Most itt már a kápolna van. De talán, mert menjünk időrendi sorrendbe. Tehát 2007-et írunk, 2003-ban volt a Pilis keresztje, 2007-ben indult a Igen, és no, jó, akkor napfordulókor kész lesz. Júniusban jelentkezik, Polgi készen van. Jó, akkor milyen napforduló? Jön most nyári napforduló, június 21. Jó, akkor június 21-én Nimrodot avatjuk. Jó. Délbe. Fel is avattuk Szörényivel, de Szörénynek van egy izéje, van egy dilie, a csillagkép. Ah, csillag. Imádja, de érti is, tehát ért hozzá. És amikor felavattuk, azt mondja, hogy te, tudod, mi van az égen? A Nimród csillagkép. Délben, június 21-én a Nimród feszíti az íját, és a nap ilyenkor, mert a delelő, ott van a nap a tenyerében. Holnap már megy le, december 21-ig, az Ilibárig, a másik Sumér témához. Ezt a mázlit, de jó, hogy így kijött, jó van, na, krassz, csak hogy jött szeptember 23, Attila. Attila avatási időpontjában az égbolton az Attila halála volt. Lába a vízöntő, skorpió, bika, feje az oroszlán jegyébe. Levi, itt valami más művezető dolgozik. Nézzük meg, mi lesz 2007. december 21-én. Mert ugye azt már januárban eldöntöttük, hogy akkor lesz Árpád. Hiszen Árpád éve volt. Pötyögés, december 21-én. Megint a Nimród csillagkép feszíti az íját, csak most nem a nap ment a tenyerébe, hanem a Mars. A harc, a háború, a csata, a küzdelem szimbóluma. És ez nehogy azt higgyétek, hogy havonta előfordul. Ezer év múlik el, mire ez ugyanígy összeáll. Azt a gyárja. Pötyögés, ez a csillagkép. 907. július 7-én a pozsonyi csata győztes napján volt. Ez már nem véletlen. Uram, köszönjük, és én tényleg köszönöm neki. És azt köszönöm neki, hogy belevett a terveibe, mert ez az övé.
Mi csak a fundamentumra építettük újra a falakat, ahogy a Vasalbert mondja. A fundamentum Istentől való, és Istentől való az akarat, mely újraépíti a falakat. Mi ezt csináltuk. És ezt nagyon, ez semmiféle, nem tudja fejlődni. Kaptam valamelyik képbe egy levelet a kormánytól, tisztelt Szörnyi úr, augusztus 20-án a parlamentben állami kitüntetésben részesítjük. Ha ezt a Gyurcsány írta volna, akkor válaszolok neki, a kutyának dobjat az összes kitüntetéssel ide, de engem kerüljék ki. De itt más volt. Nem fogadtam el. De nem azért, mert tiltakoztam, mert nagyon-nagyon köszönöm ezt a megtiszteltetést, de hát ott sok ember ingyen dolgozott. Tehát sok embernek, ez, akik a barátaim, én hozzájuk tartozok, engem ne tüntessen ki közülük, én oda akarok tartozni. Nekem ő a barátom. Én nem akarok plecsmét azért, mert ő dolgozott. Tehát nekem ez egy lelkiismereti kérdés volt. És ezt szépen meg is fogalmaztam is, hogy ezért nagyon köszönöm ezt a megtiszteltetést, de ezért és ezért nem fogadom el. Erre az volt a válasz, hogy most már látjuk, hogy ön tényleg megértemelte volna. Tehát ez volt nekem a dicséret. Tehát Árpád, túl vagyunk, 2008 a következő év. 2008-ban Pálosok éve volt és a reneszánsz éve. Mert 1308-ban kapta meg Boldog Özséb a regulát. Mondom a Robinak, hogy te a Vince atya itt küzd ezzel a sok írománnyal, hogy szenté akarja avatni a Boldog Özsébet. Nem ő következik, de legyen Boldog Özséb március 21-én, jó? Hadd örüljön a kisöreg, legyen neki egy kis löket, a kedve legyen. Jó, akkor megbeszéltük mi a Boldog Özséb, barlang, a bot, meg stb. Én meg nézem a naptáramat, hogy milyen jó lenne, ha szombatra vagy vasárnapra esne, mert akkor sok ember jön, és akkor sokan vagyunk ott az avatáson. Nézem, 2008. március 21. Nagy péntek. Soha nem volt még ilyen nagy péntek. Uram, mit akarsz ezzel mondani? Éreztem, hogy itt valami svindli van, valami van. Nagy péntekre? És akkor utána néztem, és kiderült, hogy Hunyadi Mátyás, aki ugye a Duna jegén meg volt választva királynak, csak éppen nem volt megkoronázva. Azért nem volt megkoronázva, mert a Frigyes, a német-római császár Visegrádról ellopta a koronát. Nincs szent korona. Márpedig Hunyadi nagyon pontosan tudta, hogy ha ő nincs meg a szent koronával megkoronázva, akkor ő csak Matyi. De kész. Ezért aztán Hunyadi visszavásárolta a Szent Koronát baromi sok pénzért. 80 000 aranypénz, így van írva, de hogy az mennyit ér, azt most mi nem tudjuk, de Európának nem volt ennyi pénze. No, megvan a Szent Korona, és jön húsvét, és az egész ország világban. Hozsanna, mint ahogy most lesz holnap. Hozsanna, hozsanna, most legyél megkoronázva. Ácsi gyerekek. Jézus Krisztust is megkoronázták, igaz, tövis koronával, nagypénteken az emberiségért, engem is nagypénteken a nemzetemért, és nagypénteken koronázzák. 32 évig uralkodik, 32 év után megint jön egy virágvasárnap, kedves felesége megmérgezi, és Hunyadi Mátyás nagypéntekre halott. Annyira Hunyadira volt írva ez a dátum. Robi, bocs, vissza az egész. Boldog Özséb, menjen a sor végre, ő itt otthon van, legyen udvarias. Most Mátyás jön. Tehát így került megint cserére a Jóisten vezérletével. Csak hogy még ezt is tudnotok kell, hogy ezt, amikor ezeket ott olvastam, innen, onnan, amonnan szedtem össze, 1400-as évek végén járunk, amikor Kolumbusz Amerikát megy felfedezni. És Kolumbusz 117 pilisi pálos szerzetest vitt magával hittérítőnek. És kiderült, hogy a hajóraját
ami Santa Mariával kezdődött, a hajóraját Frigyes abból a pénzből fizette ki, amiért mi a koronát kifizettük. Tehát mi fizettük ki Dél-Amerika felfedezését, mondhatom így is. Tehát Hunyadi Mátyás ezért nekem nagyon nőtt a szemembe, hogy nem. Őt nem ez érdekelte, hanem a hazája. És Boldog Özséb így került a végére, amikor mi volt. A naprendszer 9 bolygója, amelyik össze-vissza, nem össze-vissza, de ott keringenek. A 9 bolygóból 7 így egy soros vonalba a nap előtt tisztelget. Még a Szent Lászlót elmondom. Szent László június 21, a nyári napfordulóra esett. És nyári napforduló, június 21, amikor ugye a nap Nimrod, minden évben így van, Nimrod tenyerében van, és Szent László kiérdemelte a néptől, a néphagyománytól a boldogasszony lovagja. Ő a boldogasszony lovagja. Miért? Azért, mert a kereszténység még nem ismerte a boldogasszony fogalmát. Azt mi ismerjük. Mi ősidők óta, suméroknál 6000 évvel ezelőtt már le van írva. Baudugasan. És ugyanazt jelentette, mint most nekünk. Tehát boldogasszony. Boldogasszony lovagja. És ő hozta be a kereszténységbe. Tehát így ismerték meg a boldogasszonyt. Na, a boldogasszony lovagját avatjuk. Akit szenté akarjanak avatni, ezért a római pápa kiküldi a delegátust, hogy na menjél, nézd meg, hogy megérdemli a szenté avatást, és le kellett menniük Nagyváradra, ahol Szent László el van temetve, és mit ad Isten, a székesegyház fölött megjelenik egy csillag, a Vénusz. A Vénusz pedig a boldogasszony csillaga, 9 hónap a keringési ideje. Június 21, boldogasszony lovagját avatjuk, Nimrod feszíti az íját, oda megy a nap a tenyerébe, és ezen az egy napon a Vénusz, a boldogasszony csillaga bemegy a napkoron közepébe. Napba öltözik a boldogasszony. Véletlen. Uram, köszönöm. Ilyenek vannak. És ez az én kis korom. És én ettől vagyok boldog. Ja, itt lent van Csíksomlyó, mert azt a tasszony, nem tudom már melyik évben volt, de lementek Csíksomlyóra, a csíksomlyói búcsúra, de mondom, én is lemegyek majd külön máshogy, de nekem ilyen kíváncsi vagyok, tényleg ott van a Csíksomlyó, van a mi boldog asszonyunk. És a beazonosító, amitől biztos, hogy a milyen, az ott van, itt, a Pálos kereszt. Ettől lehet tudni, hogy ez Filip Szántói. Ez a Nagy András az, aki a keresztet Csíksomlyóról elküldte. De a kereszt avatásakor ő is itt volt, és ő is beszélt. 2003. december 21-én. A Pilis keresztjét meg így csináltuk, kiástunk ott egy gödröt, abba a csőbe beledugtuk, aztán bebetonoztuk. Így. Volt munka, kedves munka volt. Darúval fölállítottuk. És innen. Még a kápolna sehol nincs. Itt van a Bermik, nem Bermiklós, hanem a Ladocsi püspök úr őszentelte föl, egy csomóan voltunk fönt. Köd volt, licspocs, de annyi ember volt fönt. Mise, ott van fönt a székely püspök, Misét csinált a gyerekeknek. A keresztfához megyek, mert máshol nem lelhetek nyugodalmat lelkemnek. Itt volt az oltár, és itt tartottam a misét.
Most már egy kicsit változott, mert valahogy fasírba vagyok az egyház vezetőségével. Volt egy srác, aki így festette. Akkor még ilyen masszív volt, és ő keresztül így rajta jött, és így festette. Most már nem lehet. Ez meg, ha jól látom, még én vagyok. Igen, a függőlegesnél vagyok, de aztán föl kellett másznom odáig, és ott már láttam, hogy baj van, így aztán szét kellett szedni. Mert valakire leesik, és baj lesz. Na, ilyen rohadt volt. És kotyogott már. Ilyen volt a keresztfa. Szétszedtük, aztán újra összeraktuk és elvittük dobogókőre. Most dobogókőn van, földön, egy ilyen résünk van lefektetve, de úgy, mint kereszt. Tehát ott nem fekszik a földön, nem csinálhat semmi baj. Tehát nem lett kidobva vagy elfűrészelve, most ott, trianoni emlékműként ott van. Itt csináltuk most az újat egy műhelybe, a vasból, és most itt ezt állítottuk föl. Sándor atya pedig mindjárt föl is szentelte, csak ez a kereszt már sajnos egy kicsit kisebb, mert nem engedte a hivatal, hogy olyan nagy legyen. Ez csak 7 méter, pedig az 12 volt, és sajnáltam. Na, ja, itt vannak a izék, a avatások. Ez a Nimrodnak a szobra, Schmidt Robi veszi le a lepedőt, így néz ki Nimrod. Ott van a két fia, Hunor, Magor, és a szőlő a szimbólum, a szőlő pedig az égi tudásnak a szimbóluma. Ott van a leopárd, a nagy királyoknak a szimbóluma, és aláírás, Sumérok földjén, és kiírta alá Mózes. Ezzel már bibliai szinten igazolva van, hogy van Nimrod. Mert egyébként ebben a hatmázsában Talmud is van, de hadd ne mondja, hogy mi van benne. Jézus Krisztus egy fattyú, egy prostituált férjes asszony gyereke. Tehát az én Istenem Jézus Krisztus egy zabi gyerek. Akkor hogy lehetek én zsidó keresztény? Na, ez itt a Nimrod csillagkép, akiről eddig beszéltem, ott van a tengerében a nap. Ja, hát itt vagyunk az avatáson, ez ki is, Attila. Ott van a kalapács, tehát én, ahogy kalapúgy hívták, és ott van a Robi, mindjárt mellette, Levi, az pedig a Robi fia. De jó. Itt faragja a műhelyébe, a fia meg utána. Tehát mind a ketten már próbál, adja a fiának a tudást. Ez pedig Attilának a izé, igen, ez az Attila avatásán. Mindig műsor volt, valami program volt, tehát nem csak egyszerűen lelepleztük, hanem valami kis dísz volt a dolog. Na, ennyien voltak egy avatáson. Évente egyszer lefestem. Na, ez az Árpád, még leleplezés előtt, ilyen idő volt december 21-én. Ez jó, mert zuzmarás a bajsza is. És mögötte ott van Szent László. Így, mert itt a Szent István, tehát a kanyar, a csillagösvény itt kanyarodott, tehát valóban kanyarodni kellett. De nem csak a út viszonyok miatt, hanem a történelemben is, mert Árpád halála után már a vérvonal megváltozott, tehát ott van Szent István, és azért van kettő zöld, mert Vászonynak az utódai következnek. István után Vászony, amikor ugye
István azt akarta, hogy fia Imre herceg legyen a király. Direkt erre nevelte. Csak hogy a bajor vatkanok megölték Imrét. Ezért aztán szólt a vászonynak, akit egyébként ő küldött számüzetésbe Lengyelországba, hogy ne zavarja meg a fiának a királyságát. De amikor meghalt Imre, akkor körülnézett az országba, és nem volt méltó ember, aki király legyen. Visszahívta a vászonyt, akit útközben úgy mondták, hogy a Gizella megvakítatta, így aztán nem lehetett ő a király. Ezért aztán a másik vérvonal lett a utód. Na, Szörényi is farítsa egy kicsit. De hál' Istennek nem vette át a szakmát, maradt a zenén, azt jobban csinálja. Itt van a Szent Istvánnak az avatásán. Itt az István a királyból lett bemutatva egy kis részlet. Hát ha már ott van a Szörényi, akkor ezt nem lehet kihagyni. Itt van a két énekes, jaj, hogy hívják őket, mindegy. Az István a királyből ők énekelnek. Ott van a Szent Korona másolat. Erről most egy egészen más jutott az eszembe. Két hete voltunk a Levente, meg még négyen haverok voltunk Szlovákiában, vagyis majd mostani felvidéken. Egy havernál. Csak én engem azért is szeretnek, ha én is megyek velük, mert én nem iszom soha. Tehát nem azért, mert vezetek. Egyszerűen nem antialkoholista vagyok, így aztán kétszeres az értéken, mert ők meg itt szlopálhatnak. És akkor bementünk az első szlovák kocsmába, mert a szlovák sör az jó. Bemegyünk a kocsmába, és egy ember ült ott hátul, aki ide ilyen szakadt. Van ízés, rongyos, meg látszott, hogy ilyen csöves. És akkor mi itt viszogattunk, és a gyere közénk, gondoltunk, hogy fizu eszünk neki is egy sört. Leült közénk, és képzeljétek, mit csinált. Elénekelte az István a királyt. Leesett az állunk. István a királyból adott le egy kis epizódot. Szóval, na itt van, mi? Most majd tavasszal megint festenem kell, hogy ne. Szent László, igen. Szent László, ahol megjelenik, ott bárd is van, mert ezt jelzi tulajdonképpen a királyságát. Ja, és minden szobor háta mögött bele van vésve a csillagkép, hogy ezzel is igazoljuk. Na, így dolgoztunk ott, összejönnek a haverok, és így dolgoztunk. Á, jó srácok. Aztán most például december 21-e van, azt hiszem, és megyünk a Boldog Özsébet felavatni. És Szent Korona, mert mise is volt, igen. Itt van, így van. Boldog Özsébet. A kápolna helyén itt van ez a valahogy oda került népsorban, és időrendi sorrend nem stimmel. De a kápolna most ott áll, ahol a tűz van. Aztán amikor eldöntöttük, hogy kápolna legyen, tartottam én egy kis megnyitót, ugyanis azt mondtuk, hogy kápolnát fogunk építeni. Van egy makett, csak hogy a haverokkal, meg a képviselő testülettel megegyeztünk, hogy akkor építünk ott egy ám. Az volt a vágyam, hogy itt a Pilicsben, ha jönnek a kirándulók, olyan helyként, olyan kis intim hely, ahol félrefordulhat, félreáll, és ott imádkozhat egy kicsit magányosan magába. Tehát egy ilyen kis kínálkozott egy ilyen kápolna. Aztán ezen izéltünk, tanakodtunk, elmúlt egy év, és összegyűlt öt terv. Mert híre ment, hogy kápolnát akarunk. Összejött öt terv.
de építész mérnökök adták, hogy ők ezzel járulnak hozzá. No, 2006 vagy 2005 eldöntöttük, hogy na gyerekek, most már elég a nagy zsálásból, döntsük el, itt van ez az öt, melyiket csináljuk. Hát ez, figyelj, te polgármester vagy, menj a Makovechoz, dönts elő. Na így mentem el a Makovechoz, mondom, Makovech úr, boldogasszony kápolnát akarunk építeni, és úgy igazán nem tudjuk eldönteni. Tehát ez végül is nem az van, hogy kredencet ide rakjam a fürdőszobát meg oda, tehát ez szent hely. És ezért jöttünk tanácsot kérni. Makovech jóformán rá sem nézett, megtervezem én. Úgyhogy így lett a Makovech terve, meg az Őrfi Jóska, ő az ő dolgozó, és együtt, hát a tanítványa volt. De végül is Makovech volt a főnök, és ő vele. Itt is van Makovech is, kijött, amikor a kápolnát kezdtük csinálni, és itt éppen valamiről beszélünk. És a templom előtt, vagy a kápolna előtt, akartam egy oltárt, mert régen, amikor a gyerek, hát még általános vagy már középső nyáron elmentem az erdőbe dolgozni, sarrozni, mint kis rác, sarroztam, egy kis pénzt kerestem a szüleimnek, és délben, amikor az asszonyok lepihentek egy kicsit, én meg elmentem szarkafészket nézni. És ott az erdőbe, ilyen fák között, ott látok egy ilyen követ. Ez a kő idáig a föld alatt volt, csak ez a zöld rész volt kint, de ki volt faragva. És néztem itt a dzsungelben, ahol a madár se jár, mit keres itt, egy oltár, vagy valami szent dolog volt itt. Na mindegy, elhoztuk ki onnan, hála Istennek úgy kellett ki keresni, hogy hol férünk el a fák között, de hál' Istennek nem ment lejjebb a kő, így ahogy van, így tettük ki most már a kápolna elé, mert ahova akartam eredetileg benne a kápolnából, nem fért el. De a Jóisten megint jót akart, mert elintézte velem, hogy kint rakjam ki a kápolna előtt, ezért aztán nagyobb emberek vannak, több ember, akkor ott kint van az oltár, és azon tartjuk a misét. Tehát megint. Na így készült a kápolna. Először a Kuhajda Tibi, meg a Grandács Jóska, először így megcsinálták fából az egészet. Nekem volt egy régi, a régi halottas házból valami, ami összedőlt, valamiért nekem megmaradt, hát mert féltettem a régi dolgokat, szentelt visz. Tehát ebből belemálunk, ez a szokás, hogy belemártanak a halott, felravatozott halotthoz egy rozmaringot és keresztet intesz rajta. Tehát ez a kis edény, ez nagyon sok, több száz vagy ezer szántónak a megkereszteléséhez volt. Ezért aztán ezt beépítettem az oltárba, így aztán a szántóiak emléke is, meg a szellemi ereje is benne van. A Makovech kiküldte a dolgozóit, tehát ezek emberek, az ő emberei, tehát ő tanítványai, de neki ő kiküldte, hogy tessék dolgozni. Így jöttek oda Makovech fiúk dolgozni. Látjátok, ott van az a kis edénk is. Na, a Szörényi hozott egy csodaszarvast, és azt beépítettük, bebetonoztuk a toronyba. Az a motor, az meg az én csodaszarvasom. Hát most néhány pillanatkép, hogy hogyan is épült a kápolna. Mert utána a deszkára ráraktuk a követ, meg a betont, aztán amikor teljesen kész volt, akkor kiszedtük alól a fát, és megmaradt. De a beton például, a beton, azt Ausztriából hozták, mert ugye itt nincs tető, nincs cserép, átázik. Csak hogyha megfagy éjjel a sima beton télen, akkor szétfagy. De ez olyan beton, hogy ez nem fagy szét. Tehát ez fagyálló, hőálló, golyóálló, minden álló. De szép munka volt, jó, örültem neki. Itt leesett a körmöm valamit.
köröm szakadtáig dolgozni. Ja, és a faluból hoztak kaját, ott van a Ballajika, aki alatt beszakadt a templom. Meg a szomszéd Pavlos, hoztak kaját nekünk, mert ők így járultak hozzá. Volt, aki mákos beiglit hozott, két holló kering a kápolna fölött. A hollóknak ott van a helyük. A Molnár Sanyi, ő csinálta ezt a szobrot, ezt a szárnyos napot. És itt van a brigád. A két sas. Ja, itt van a Péterfi László, ő csinálta a Boldogasszony szobrát. Azt visszük haza. Ja, és a toronyba, amikor befejeztük a munkát, akkor mindenki hazament, én még körülnéztem, én voltam az utolsó. És minden faluból jön egy fehér galamb, és leszállt a toronyra. És úgy fényképeztem le, ott szundikált. Mondom, Tubi, ne menj el, Tubi, maradj. És ott maradt, rám nézett. Aztán itt van a mise, amikor felszenteltük a templomot, vagy a kápolnát, a Spányi Antal püspök úr ott van, ő szentelte föl. Ezt egyszer úgy fényképeztem le, hogy ködben mentem föl, és olyan furcsa volt, mintha egy ember, mintha egy szellem jönne ott. Sikerült még lefényképeznem, de úgy igazán nem tudom megmagyarázni, mintha ember, de nem volt ott senki különben. Ez egy szép színes kép, mindenféle őszi színek vannak benne. Egyszerre két pap is tart misét. Egy lány, meg egy gyertyalánk. Jó, keresztelő fordító van. Mert fönt, hát ez a mostani, nem tudom, bánaton. Tehát kezdetben a kápolnánál lehetett keresztelkedni. Fölhozták a ifjú párra a gyereküket, hát kinek nem, hanem a Boldogasszonynak. A Boldogasszony az égi édesanyának. A legszebb, olyan szép volt. Most megtiltották. Nem lát. Házas esküvők voltak, tehát ott kötöttek esküvőket. Most nem lát. Pusztán azért, mert Nimród után nem Ábrahám jött, meg Szent László után nem Mózes, hanem többi. Tehát ez nekem nagyon rossz pont. Meg a magyar őstörténelem ilyet. Hát az vörös volt. Tehát nem szabad. A magyar őstörténelmet se a Tudományos Akadémia, se az egyház nem bírja. Márpedig én kiállok mellette, mert nekem elveim vannak. És semmilyen püspök nem fog engem ettől eltéríteni. És ezért vannak konfliktusok. Na, itt van az az esküvő, akit az előbb mutattam nektek, hogy puszit adott a napfénybe. Itt az egyik pünkösdi mise van, Bátor Botonda Pálos rendfőnök, ő tartja a misét. Jönnek az zarándokok. Így vannak ott szanaszét. De hát ki van hangosítva, tehát az lehet mindent hallani. Most nem szép, ennyi ember van. És akkor keresztbe raknak nekem. Mondom,
mert ugye a mi püspökünknek kell ezt engedni, vagy nem. Elmondom, mit tudom én, hogy elmegye hozzá, vagy nem. A Sándor atyát, mert a Sándor atya hozzá össze a püspökünkkel, léci, hogy hadd beszéljek így, mint férfi, szemtől szembe. Nekem ne jöjjön ilyen dedós izé hátulról, hogy ilyen hülyeségekkel. Mondja meg, mi a fene baja van velem. Így szemtől szembe, mint férfi a férfival. Nem jött össze, nem jött össze. Egyszer jön egy telefon. Jó estét kívánok, Spányi Antal vagyok. Szeretnék magával beszélni. Püspök úr, erre várok évek óta, már is holnap megyek. Az előzmény az, hogy volt egy képviselőtestületi gyűlés, már mint egyházi, ahol olyan vita volt, hogy a boldogasszony, mert még ezzel is sem tisztában, a boldogasszony is oda megy vissza az magyar őstörténelem a sumérokhoz, és ez megint nem smakol nekik. Meg ebből is volt vita. Mert mondja, hogy most ki a boldogasszony? Hát mondom, Isten anya, megtestesült meg. Szóval próbálnak itt is fogást keresni. Erre kiírtam magamból, ami bennem volt, 8 oldalon tele. Kiírtam mindent magamból, hogy, mert nem mondhattam senkinek, de ki kívánkozott. És szétosztottam a testület közül. Persze, bevallom őszintén, volt bennem egy olyan íző, hogy hát a stikába eljut, mert megcsipkedtem egy kicsit őt is. Lejövök, ezt a levelet maga írta, bejött. Elmondom, Püspök úr, ott a nevem, hát én nem szoktam névtelen leveleket írni. Maga hogy meri Dávid királyt bűnözőnek tartani? Hát Püspök úr. Dávid király megölette a vezérét, mert a feleségét akarta megkaparintani. Dávid király a foglyokat betette a pincébe, és a bezárta a pincébe, és az ablakok elé tüzet rakott, és a füst megölte a foglyokat. Hitler is ezt csinálta később. Lehet, hogy innen tanulta. Püspök úr, tessék mondani, hány felesége volt, tucatnyi felesége volt Dávidnak. Isten tudja, hány ágyasa, és 4 gyereke, 400 gyereke. Püspök úr, tessék meg az én Istenem, melyik a 137-ből vagy a 342-ből származik? Kikérem magamnak, hogy az én Istenemet, Jézus Krisztus ebből a kuplerájból származtatják. Így mondtam. Na, most nem csodálkozom, ha ez van. Na, itt van. Itt van a pünkösdi misének a szimbólum, a Szent Korona, magyar és a székely zászló. Hát remélem az idén is jó lesz. Ilyen esküvők voltak. Na, ezt mutattam, ez az az esküvős. Jöttek ilyen golymotorosok, tudod, és beálltam én is az élőzőmmel kis csomaszarvasommal közéjük. Aztán jöttek, kerülgették, mondom, össze ne cseréljétek nekem a ti traglicskátokkal. Egyszer jövök föl a csodaszarvassal, és megy előtte, megy ez az ember. És tolja magával föl az ösvényre. És hadd segítsek, gyere, nem, ő ezt végig akarja csinálni. Képzeld el, Esztergomból indult el így, hogy ezt tologatta, nem hozta őt senki. Így tologatta, és úgy jött föl a csillagösvényre, és a csillagösvényen meg ott is maradt aludni, mert ez volt a terve. Ő ezt az áldozatot hozza a boldogasszonyért. Ja, ez meg a harangnak a harang állvány, így csináltuk. Azért ez is szép munka volt, most nézzétek meg, az ember büszke lehet rá.
a rangot is, ott van a kötél. Na, itt van a brigád, itt nem vagy, Pisti, nem, itt most nem vagy. Itt szenteltük fel a harangot. Sándor atya és Illés Lajos atya, az meg az unokám húzta meg először. Kirándulók jönnek. Ez egy szörnyű dolog volt. December 21-e, hétfői napra esett. Ekkor. És én vasárnap fölmentem még délután, hogy rend legyen, hogy lássák, hogy azért van gazdája a csillagösvénynek, és szerettem volna, ha minden rendben legyen. Fölmegyek a kápolnába, hogy gyertya legyen, meg a összeolvat, meg kisöpörni, meg virágot. Melyik évben volt ez? 4 éve lehetett. 15. Na és bejövök és látom a boldog asszonyt. Ezt. Gyerekek, én úgy zokogtam, mint egy taknyos körül. Ebben az a boldog asszony hazájába, a boldog az égi édesanyánkat így meggyalázni. Hát ki lehetett ez az elvetemű? Látod, a szeme folyik le, itt a kezében a tulipán, az élet fogantatásának a szimbóluma meggyalázva. A két oldalt pedig, ezek a jelek. Tehát ez látszik, hogy nem valami részeges grafitisnak a ákombákomja, hanem egy tudatos intelligencia üzenete. Nekem nincs internetem a mai napig. De ez a mafla, aki, mert utána fölhívtam A betű telefonba, Aradi, meg akit úgy elértem, hogy mi történt. Hát estére gyerekek, ez a mafla, aki ezt csinál, olyan egységet kovácsolt az országból, hogy nem győztem a teppor, ki mi történt, hol segítsünk, jaj, gyere, mi? Tehát ez a indulat, elindul a szeretetelni, Angliából jöttek a telefonok. Este Erdélyből jött egy telefon, egy református pap. Azt mondja, látom az interneten a jeleket, tehát már rajta volt este az internet, valaki rárakta. És ezek kabbala jelek. A kabbala pedig valami zsidó szekta. Nem mondok jelzőt, bár kezdem már érezni magamon. Tehát ezek a jelek. Másnap 21-e. Reggel, ez volt az első alkalom, hogy nem láttuk a napot. Eddig mindig kijött a nap, most sötétség volt, meg gyász. És én kiálltam oda a lépcsőre, és sírva mondtam el, mi történt, és akkor úgy eszembe jutott hirtelen, hogy várjál csak, zsidó szekta, szemet szemér, fogad fogér, bosszú a gyűlölet. Na most megmutatom neked, mi a másik oldal. Gyerekek! Imádkozzuk el együtt a mi atyánkot, az elkövető lelki üdvéért. És elimádkozta a több száz ember a mi atyánkot ezért a csibészért. Na ezt rakd zsebre, barátom. És akkor még mindjárt is érzem, tehát még úgy bánatom a fölkér. Isten, áld meg a magyart! Mit szóltok hozzá? Oda föl egy ilyen áldáshoztó Jézus. Benne vagytok? Meg lesz, Polgi, meg lesz, megcsináljuk. Ott eldöntöttük. És akkor így jött össze a Zsozsó, tehát így. 4.600.000 forint jött össze. Itt jött az a kis nénike az 1000 forintjával. És másnap jövök föl, és le van minden törölve. Szép tiszta volt. Valaki lepucolt. Szóval olyan szép dolgok vannak, és akkor Jézus szobor. Megint nem találtam, 9 szobrásszal voltam kapcsolatban, és mindegyiket fölhoztam oda, csak azért, hogy üsse meg a látvány.
hogy nézze meg, hogy hova fog alkotni, mert nem semmi hely. És akkor körülnézhet, és akkor azt mondja, hogy én már is nekiállok, és mindjárt megcsinálom. Nem találtam, mert olyan modern, de nem. Aztán jött egy másik, Már Ferenc. Polgár, mikor van nálatok mise? Vasárnap szeretnék jönni. Hát mondom, 9-kor. Polgár, én a misével szeretném kezdeni a Szántói utamat. Nyertél, barátom. Így lettem. Már Ferenc, Csákberény is rác, aki megforradta a Boldogvasal Jézus szobrot, és december 21-én megszenteltük a Boldogvasal Jézus szobrot úgy, hogy minden, tehát ott volt, de rajta is van. Ez az is, itt mondom, hogy Isten, áld meg a magyar. Másnap ilyen idő volt, gyönyörűen kisütött, és a tiszta volt a Boldogasszony. Tehát az arca, és azt sem tudom, hogy ki. Csomóan voltak, és zsebkendővel, meg mindenféle izével lekucolták. Volt egy srác, akit én, mert a szeme az kék. Azt valahogy finoman kellett, mert ott nehogy valami baj legyen. Tehát azt egy szakember csinált. Na, így nézett ki utána. Látjátok, csillog a szemem. És itt kell elmondanom, hogy mi az, ami egy fontos dolog, amit tanultam a Boldogasszonytól. Mint ahogy tegnap is mondtam neki, hogy megyek Esztergomba. Ugye el szoktam néha beszélgetni vele. És mondom, Boldogasszony, áruld már el, léci. Mitől vagy te boldog? Hát azért... Nem vagyunk mi mindig érdemesekre áll te szeretetedre, meg törünk borsot az orrod alá, de te akkor is boldog vagy. Miért vagy boldog? Azért, mert szeretlek titeket. Most, ha gondoljatok bele, ennél fontosabb nincs. Ez tartja az életet a Földön, a szeretet. Ha az nincs, akkor vége. És én ezért szeretek szeretni, és ezért vagyok boldog, hogy szeretni szeretek, és én nem ismerem. Egyszerűen nem ismerem a gyűlölet meg a harag fogalmát, nem tudom mi az. És akkor a Boldogasszony így hálája, hogy benéz, és akkor a szemedben néz azzal a szemével, és mindig mosolyog. Nem mindig. Van, amikor morcos. De akkor biztos bennem van valami dég, Bibi. Ja, és a zászló is át volt. Egyszer csak eltűnt a zászló, és ezek hozták a letisztítót, elvitték a tisztítóba, és így, tehát olyan összefogás ugrott össze az országba, csoda. Azt kiderült, hogy mit jelentettek a jelek? Nem, nem, sajnos nem, és az a bajom, hogy nem is tudom visszahívni, mert annyi telefonszám volt akkor a telefonom, hogy nem tudtam, hogy ki hívott, mert kíváncsi lennék, hogy mit jelent. Volt a 12, és az mondjuk visszafele 21. 3,15. 3,15, ha úgy próbáljuk a számokat. Én nekem volt azóta kezembe egy kabbala, de az én agyamnak ez mafu. Itt meg ilyen vendéglátás. Tehát jöttek december 21-én, ott sütöttük, vagyis főztük a forralbort, és akkor így vártuk a vendégeket. Ez is egy ilyen december 21-i nap. Na, itt van a Levente. Amikor kerestük ennek a Zilibárnak a titkát, akkor fölmentünk a Pilisre, hogy egyáltalán honnan, hol állhatott az az ember, aki így elnevezte, hogy Zilibár. Mert nem mindegy, hogy hol állt. Ha ott állt, akkor már nem abban a völgybe jön föl a nap, hanem ott. Tehát, és akkor fölmentünk a Pilisre, és Szőlényi megfogta a napot. Ő lett a Nimród. Hát egy kicsit az Iribárban mutatok néhány. Tehát így ragyogja be december 21-én a nap.
És képzeljétek el, hogy összejött 4.600.000 forint. Így. És amikor mindent kifizettem, mert három daru, meg csárderény, meg utánfutó, meg útvonalengedély, mert ez egy ilyen nagy szerelvény volt. És mindent megcsináltunk, 4.550.000 forint. Maradt 50.000 forint. Azt mondta, jó Isten, jó, a fiúk, jól dolgoztatok, igyatok egy kávét. Olyan szép dolgok vannak, annyi, olyan néhány, olyan szép emlékem van. Na, itt van a Már Ferenc, ott a hosszú hajú, és elhozott egy makettet, ott van mi a balra, Jézus, és akkor azt mondtam a templomban, hogy maradjatok egy kicsit, döntsük el, hogy itt, tehát demokrácia megvolt. Így aztán Már Ferenc csinálta, itt van a Feri, ide kihoztam őt, mindegyiket kihoztam ide a helyszínére. Itt volt a felesége is, és amikor ezt a képet csináltam, akkor hallom, hogy a felesége pityereg ott hátul sírt. Mi baj van, szívem? Az én férjem ide fog Jézus téged állítani. Boldog volt. És abban is szerencsénk volt, hogy kő. Mit ad Isten Csákderénytől? Nem messze van egy ilyen kőtár. Amikor messzes voltam, én azt ismertem, mert ott nekem is a kőre járt a szemem. És van ott egy nagy-nagy terület, és csupa kő, szikla. Nézzük meg, hogy ott van-e, hogy ne kelljen sütőről, meg lábatlanról akartunk hozni követ, mert ott van ilyen kő. És nem ezt a két követ találtuk, pontosan ez a két kő kellett. Ez a két kő volt az egész, tehát többi az mind ilyen szikla, látjátok ott ilyen szikla, amiből nem lehetett. Ez a kettő, mintha ránk várt volna. És ebből lett a Jézus szobor. Ezt egyébként a parlamentbe szánták, Bulgáriából hozták, azt megtudtuk a főnöktől, csak a parlamentbe valamiért nem kellett, ezért idehozták. Mintha ránk várt volna. Na, itt faragja a Feri, neki állt. Valaki azt mondta, hogy te, nem a te kezedről formáztál, Jézus. Na, ezt csináljuk az alapját a Jézus szobornak, és mosolyog. A szobrászhoz az volt a kérdésem, hogy ez a himnusz legyen. Tehát a csillagösvénynek a legteteje, a legvége, a himnusz az mindennek a teteje, utána már semmi nem. A himnusz az utolsó, a legfőső. És ez a himnusz az áldásosztó Jézus szobor. Tehát a himnusz így szól. Isten áld meg a magyart jókedvel, bőséggel. Nyújtsd feléje védőkat. Tehát ez a mozdulat van benne. És még egy kérésem volt. Szemben a világ összes Jézus alkotásával, szemben, ahogy mindenütt méltóság meg komoly, ez a Jézus mosolyogja. Az áldását örömmel adja erre a népre. Ezért mosolyog. Most viszik el. Aztán ez is jó volt. Most, hogy nézem, olyan jó munka volt ez, olyan jó esik. Ja, és képzeljétek el, ugye mondtam, hogy a Rinpoche, lehet, hogy rajta van a kép, oda ment ennek a sziklafalnak a tövébe, itt ez a sziklafal. Ide ment a tövébe, és itt volt az a nagy izé, az a nagy energia. És így mutat föl, hogy száll föl. És most, hogy a Jézus ott van, mintha Jézusra mutatna. Pontosan úgy rámutat, mintha ott lenne az energia, tényleg ott van. Malvatás persze, mikor legyen a szenté, a megszentelés december 21-én, reggel 7:30-kor.
Na itt volt az avatás, vagyis a megszentelése a szobornak. Ennyi ember volt, Pitti Kati énekel. Ez a Pilis kapuja. Mikor a Sziklaszínházat csináltuk, akkor ez a kapu volt ott. Most is ott van. Van egy néhány olyan kép, ami szép. Ott van a himnusz első verszaka. Jöttek lovasok is. A farkas MS, vagy hogy hívják. Az ő csapata jött kirándulni, mert innen mentek el Csíksomjól, a Lóhától. Innen indultak el. Na itt van, na mondom. Itt van a Rinpoche, mutatod a föl. Itt van a három. Ugyanis a kereszten nincs rajta a feszület. Azért nincs rajta, mert Jézus föltámad. És ott van a Jézus, a föltámadt Jézus, adja ránk az áldást. Rinpoche az itt áll. A hullók meg itt röpködtek mellettük. Nem igaz. Ez az Iribáron jön ki, ez a szivárvány, összeköti az Iribárt az éggel, ezt már láttátok. Keresztényi rend. Mit köszönök? Úgyse tudjátok ezt felülüberelni. Az, hogy ez alatt a 10 perc alatt, amit így együtt töltöttünk, megengedtétek nekem, hogy szeresselek benneteket. Köszönöm. Köszönjük szépen. És én ettől vagyok boldog. És köszönöm, hogy boldogját tettetek. Isten áldjon bennetek.